Köszöntöm a Hit Radio kedves hallgatóit, a mikrofonnál Jakab Balázs, és ez pedig itt a Feedback, a Hitrádió Rádió hírelemző műsora, és köszöntöm vendégeimet, Nagy Józsefet, a 24.hu újságíróját, és Ábraham Robertet, média személyiséget szervusztak. Örvendünk. Kezdjük Orbán Viktorral, aki Kínában járt, és Putyinnal is találkozott, és a békéről egyeztettek. Hogyan értékelitek magát a találkozót, és egyáltalán tud-e Orbán Viktor bármilyen szinten hatást gyakorolni Putyinra? Barancsai. Azt eldönteni, hogy tud-e ráhatást gyakorolni, vagy sem, azt nem tudom, de egyébként én azt gondolom, hogy ebben az ügyben talán megállja a helyét ez a fajta kommunikáció, amit a kormány ezzel kapcsolatosan már régóta képvisel, mi szerint egyszer véget fog érni a háború, és akkor is lesz egy Oroszország, és akkor is lesz egy Magyarország, és nem biztos, hogy nekünk egyébként nagyon bele kell állni egy olyan konfliktusba, mi azon túl sok közünk nincsen. Ennyit magáról a találkozóról engem inkább, ami, ami amit aztán ezt kiváltott, az jobban érdekel, nevezetesen az, hogy összehívták ugye a NATO tagállamok képviselőit, és akkor itt meg most megy a balhé. És ezt azért nem értem, mert a NATO tudomásom szerint az egy védelmi, tehát egy katonai szövetség. És a, az Orbán Viktor találkozója Putyinnal, vagy nekünk az együttműködésünk Oroszországgal, az pedig gazdasági jellegű. És azért sem értem, hogy miért váltott ez ki ekkora ellenézés, mert például Törökország, ami szintén átudtak, tudomásom szerint szintén elég jó ö, Oroszországgal. Tehát ilyen tekintetben én megint azt látom, hogy ez egy újabb ürügy volt arra, hogy, hogy valami miatt kekeckedjenek velünk. Mondjuk azt, azt meg abszolút nem értem, hogy az, hogy lehet, hogy Svédország is képviselteti magát egy olyan találkozón, ahol egyébként NATO tagok képviselik magukat, és NATO ügyeket vitatnak meg. Tehát ez nekem ilyen kicsit ilyen előre van. mi Magyarország részéről, ha jól tudom, be lehet, hogy szegény az információ, de Magyarország részéről, hogy nem voltak meghívottak. Hát ugye Magyarországon, Magyarországra akreditált nagykövetek találkoztak, és Magyarországon, Magyarország nincsen nagykövet, a Magyarországon, Magyarországon a külügyi minisztériuma van, minisztérium pedig erre nem hívtak. Értem, hogy úgy mondasz, de én inkább onnan tekintenék a kérdésre, hogy Magyarország két nagy közösséghez tartozik a világban. Ez a két nagy közösség garantálja azt, hogy Magyarország biztonságban, és a magyar állampolgárok jólétben töltsék a napjaikat. Ez a két nagy szövetség az Európai Unió, a másik pedig a NATO. E, ha ez nincsen, akkor Magyarország <tosz> nem tud semleges lenni, akkor Magyarországnak az van, ahonnan menekültünk 1989 ben e, A kereti tömb, az a Szovjetunió, a putyini világ, úgy teszik a, a Kína által megjelenített világ, ami sok mindennek temezhető, de nem demokráciának. A magyar emberek döntő többsége úgy döntött annak ideje, hogy ezt az életformát, a nyugati életformát, az európai életformát szeretné követni. És hogyha mi ehhez a tömbhöz kívánunk tartozni, már pedig ugye úgy tűnik, hogy a némiképpen ellentétben, vagy nem, nem teljesen harmóniában a kormányzati gesztusokkal a magyar embereknek a döntő többsége azt szeretné, hogyha Magyarország a nyugathoz, az Európai Unióhoz és a nato tartozna, <coughs> akkor ezen közösségnek a szabályait kell elfogadjuk, és ezen közösség mozgásának megfelelően kell a, a magunk mozdulatait megtenni. Ugye az a helyzet, hogy Putyinnal a e, tavaly februárban kitört e, orosz-ukrán háború óta, tehát mióta Oroszország egy szuverén, független állam ellen elindította a hadseregét, a tankét, azóta e, Orbán Viktor az első ö, vezető, illetve volt ugye egy osztrák kancellár, aki egy korábban leegyeztetett időpontban már találkozott Putyinnal, de lényegében Orbán Viktor az első vezető, aki, aki Putyinnal leült tárgyalni, ö, és ez egy olyan erőteljes gesztus, ami a NATO számára, a NATO tagországok számára, a legerősebb NATO tagország számára, messze a legerősebb NATO tagország számára, ami egyébként finanszírozó jelentős részben az Európai Unió tagjainak is a, a, a katonai védelmi ö, költségét. Tehát az Egyesült Államok számára ez nem volt elfogadható. Amit Pressman nagykövet Magyarországon tesz, az az amerikai kormánynak a világ jelen pillanatban legerősebb, vagy mint kettő közül lege, egyik legerősebb államának a gondolata tette, és azok a mondatok, amiket Pressman mondott, meg miután kijött, ugye a Szabad Európának nyilatkozott, amikor azt mondja, hogy aggasztó, hogy Magyarország úgy döntött ilyen módon lép kapcsolatba ahogy az a nyelvzet is aggasztó, amivel a miniszterelnök Putyin ukrajnai háborúját jellemezte. Mindkettő megérdemelt, hogy megvitassuk. És akkor amire utal ugye Pressman, hogy Orbán Viktor nem azt mondta, hogy háború van, Orbán Viktor azt mondta, hogy különleges katonai hadművelet van. Ami hát plána a diplomácia nyelvén, ugye diplomáciai események történtek most éppen Pekingben, a diplomáciai nyelvén megint csak egy, egy bődületesen erő, erős gesztus. Tehát az, hogy Putyin jelenlétében nem mondja ki, nem meri kimondani, nem akarja kimondani, az, hogy háború van, miközben tök nyilvánvaló, hogy háború van, miközben ő is Magyarországon a háború kifejezés használja, azt az, nem tudom, az, az nem tudom, gyávaságnak minősíthető, vagy bezsaroltságnak minősíthető, nem tudom micsodának, de hogy ezt nyugaton a mi szövetségeseink körében e, sérelmezik, azt szerintem a legenyhébb kifejezés. Uff. Akkor csak annyiban talán reagálnék az elmondottakra, hogy Értem teljesen jó érvelését, csak nem tudom, hogy milyen relevanciával bír az, hogy mi milyen, tehát hogy mi kimondtuk, hogy nem a Szovjetunió szerint szeretnénk élni, hanem mi a nyugati életformát preferáljuk. Tehát az nem tudom, hogy milyen összefüggésben van azzal, hogy 2023-ban lehet a -e gazdasági együttműködés Oroszországgal. Tehát, hogy nem arról volt szó, hogy visszamegyünk a Szovjetunióba, tehát hogy nem hallottam, hogy ilyen elhangzott volna, aztán lehet, hogy ez is, vagy ez is rosszul tudom. Egyébként meg Pontosan tudom, hogy Magyarországnak nincs nagykövete Magyarországon. Ugye az erőmény... Jó, marháskodtam, de nem, nem. Jó, 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 nem akarták bántani. Nem, nem, abszolút nem bántottál. És annyit még, hadd tegyek hozzá picit bonyosan, hogy azt gondolom, hogy a nyugatnak a legnagyobb problémája az ukrán-orosz háborúval kapcsolatosan nem az, hogy Orbán Viktor minek nevezi ezt Oroszországban. Tehát van ettől sokkal nagyobb problémája jelen pillanatban a nyugatnak azzal a háborúval, amit elhozott nekünk minden egyes csatornáján, hogy Ukrajna majd meg fogja nyerni, és ez a demokrácia harca az elnyomó rezsimek ellen. Valójában nagyon-nagyon rosszul állnak Ukrajnába, a, a, vagy nagyon rosszul áll a helyzet. Azt is értem egyébként, hogy Orbán Viktort talán jogosan kritizálja Józsában, hogy, hogy nem háborúnak nevezhetem különleges katonai hadműveletnek, az valóban igaz, hogy ezt a, azért a hülye is érti, meg látja, hogy ott bizony háború van, tehát ezt felesleges szépíteni. Csak lehetséges, hogy nem akart ezzel, nem tudom, konfliktust diplomáciai szinten Oroszországban, az oroszok meg továbbra is kitartóan különleges katonai hadműveleteknek nevezik ezt a háborút. Ezt el tudom fogadni, hogy ez egy, ez egy, ez egy nem helyes lépés. Én is nem nevezném egyébként a dolgokat, de visszatérve így a, a, az első mondanóm, függetlenül továbbra sem gondolom azt, hogy Oroszországgal bármilyen gazdasági szövetséget fenntartaná, ez egyébként bűnös dolog lenne, vagy ez befolyásolná azt, hogy éppen milyen életet választottuk. Ja, ebben teljesen egyetértünk, persze Oroszországgal fenn kell tartani, de inkább energiaügyekben a gazdasági kapcsolatot. Ebben nincsen vita, én csak azt próbáltam megvilágítani a, a trambulinjával annak, amit az imént mondtam, hogy Orbán viktor is jellemző, sőt, leginkább rájellemző ebben a magyar politikai közökben, hogy mindig tudja, hogy hova tart. Ezért is annyira sikeres, mert hogy van egy elképzelése, hogy mi lesz 10-20-30 év múlva. Vannak... Ö, ö, őt vezérlő alapvető értékek, ugye ezt most leginkább a szuverenitás kifejezésben próbálja átadni a választóközönségnek. közönségnek. Egyébként nem tudom, hogy házasság is így működik, meg a gyerekei nevelése is így működik, meg a barátság is így működik, hogy te valamit szeretnél azzal az asszonyjal, mondjuk leírni az életedet, meg a gyerekedet felnevelni vele, vagy a barátaiddal szeretnéd, hogyha ott lennének a temetésed, hogy éppen te mondanál az, az ő, temetésükön a, a beszédet, és éppen ezért, amikor éppen hülye, akkor, akkor elnézel neki dolgot, és nem provokálod. Na most, ha Magyarország a nyugathoz akar tartozni, már pedig oda akar tartozni, Szent István óta, akkor ennek a közösségnek a szabályai szerint, ha úgy tetszik, a kommunikációs szabályai szerint is kell eljárni. Tehát nem fér bele, és nyilván a nyugatnak rengeteg problémája van persze, és nagyobb problémája is van, mint hogy ó, nem tudom, milyen szavakat használ, de hogy milyen szavakat használ, amögött politika van. Ugye a politika az igazából a részben a, szavak, a, szavaknak a művészet, a szavak forgatása. Éppen ezért egy, ilyet, egy, ilyen kifejezés odapakolni szerintem, ami persze nyilván jól átgondolt kifejezés volt, gesztus az oroszok felé, és gesztus a saját szövetségeseink felé. És hogy mit kapunk? Hát nyilván energiaügyben Magyarország a leginkább Oroszországtól függő Európai Uniós tagállam. Az egy másik kérdés egyébként, hogy az elmúlt bő 13 éve Kétharmada alatt miért nem sikerült ezt a, valamennyire függetlenedni ettől, de ezt a kérdést aztán ki, mert egy, egy külön műsort lehetne szánni, de azért azt is megnézhetnénk, ezt a ez meg hát mi igyekszünk a 24. pontál cikekkel is, meg számokkal is mutatni, hogy éppen most készül egy cikke egyébként pont a, a energiák, energiahordozóknak az adásvételéről. Tehát ugye mi úgy tudjuk itt, volt egy ilyen Putyin Orbán találkozó, Miszerint Magyarország ötödáron kapja a gáz meg az olajat. Oroszországtól ehhez képes Magyarország legalábbis piaci áron kapja, de most a legújabb számítások szerint a piaci ár fölött is kapja Magyarország vásárolta a legdrágábban Oroszországtól energiavordozókat. Tehát azért egyszer majd, hogyha eltelik nem tudom 10-20-30 száz talán majd a későbbi történések kiderítek azt, hogy milyen egyéb motivációk voltak amögött, hogy Magyarország ennyire, Orbán Viktor ennyire hozzáköti a szekerét Putyinéhoz, és akkor még egy gyors szempont, hogyha megengedett. Kicsit bulváros, meg nekem is összeugrik a gyomrom ezt, ezt felhozni, de hogy szeretem a gyurcsányt ezt futtatni lefuttatni időnként ilyen fideszes témákban, hogy mit szó, mi lett volna akkor, hogyha ezt egy balos kormányfővel történt volna az, ami Orbán Viktor, mi lett volna ez gyurcsányjal, megyesivel, bajnaival, Horgyulával történt volna bármikor. Ugye kikerült egy videó a pekingi Orbán-Putyin tárgyalásról, amikor Putyin beszél, és Orbán Viktor pedig tudom, egy percen keresztül sajátos módon fészkelődik, és sajátos testbeszélet és mimikát ö, folytat. Ö, én azt megtanultam annak idején még, hát nem is az újságíróskolában egyet egyetemen, hanem még a szüleimtől, hogy más embernek a vallási, szexuális hovatartozása nem viccelődünk, és azzal nem is igen piszkáljuk ilyenekkel, meg az egészségi meg végképp nem. De most és én nem is tennék ilyen. De hogyha ugyanezt ez megtörtént volna egy Putyin gyurcsány, Putyin horn, Putyin bajnai, Putyin megyesi találkozón, akkor szerintetek hogy néznek? És ki sem mondjuk egyébként, mert mondom, ezt tőle a gyomrom. Akkor másnap milyen, milyen címszavakkal, milyen, milyen címekkel lett volna tel a jobbos média, a közmédiától az origon keresztül a hírlapig és a nemzeti. Azért azt megnéztem volna, hogy Bajer volt, milyen publicisztikát így jelentett volna abba, hogyha ha Gyurcsány Ferenc mozogja el a széket Putyinnal szemben. Zárva bezárva. Jó, én visszakanyarodnék akkor inkább oda, amikor azt említettem, hogy majd a történészek talán még meg tudják fejteni egy bizonyos idő után, hogy mi lehetett még a pakliban normán Viktor és Oroszország között. Nyilvánvalóan itt arra utalhatsz, hogy nem csak energiafüggőségről van itt szó, hanem valamilyen más, tehát esetleg zsarolhatják, hogy valamilyen érdeke fűződik hozzá, hogy Oroszországgal szemben úgy viselkedjen, ahogy én arra is kíváncsi lennék majd, amikor azok a történészek feltárják azt, hogy az Európai Unió vezetőinek milyen viszonya volt, vagy mi kötött őket annyira az Amerikai Egyesült Államokhoz, hogy mindent úgy hajtsanak végre kritika nélkül, hogy ezt tőlük Elvárják. Ez is egy nagyon érdekes momentum, mert ezt majd a történelemnek egyébként... Most, és... de a szövetségesünk, tehát az Európai Unió tagjainak, Amerika a szövetségese a NATO-ban, meg ugye egyébként is, meg is életformában, meg, meg, meg értékrendben, meg demokrácia felfogásban, stb., de Oroszország pedig a legkevésbé sem szövetségesünk, sőt, egy olyan életformát képvisel, egy olyan rendszer képvisel, amelyhez persze az egész nyugati tömbből Orbán Viktor rendszer van a legközelebb, de mégis egy olyan, amilyen, ami, kimenekültünk, hogy mondtam, 89-90-ben. Igen, már, már tisztában vagyok az egy szövetségesünk, vagyis a nyugatnak, Európának szövetségese Amerika, de ehhez képest nagyon úgy tűnik, hogy a gyakorlatban Oroszország a legkevesebb kártok az Európának, mint amennyit Amerika. Csak ez meg megint egy hosszabb beszélgetés, és akkor de itt egészen már egészen igen. igen, igen. igen, igen. Én még behoznék akkor ide egy ilyen morális szempontot is, hiszen az említett David Pressman nyilatkozatban azt is mondja, hogy mindannyian aggódunk amiatt, hogy a magyar miniszterelnök találkozott Putyin elnökkel, miközben Oroszország agresszorként áll a háborúba Ukrajnával. Morálisan megengedhető jelenleg egy Putyinnal való találkozó, akár gazdasági, akár más szempontból, vagy ez a jelen helyzetben annyira megengedhetetlen, hogy ezt Orbán Viktor nem tehetné meg morális alapokra helyezni. Szerintem az volna a, a legideálisabb, nem csak Európa, és nem csak az Egyesült Államok, és nem csak egyébként e, e, Ukrán és Oroszország részéről, ámblok az egész világ részéről az volna a lehető legszerencsésebb e, e, irányváltás, hogyha egyre többen kezdenének el mondjuk e, először is kommunikálni, majd pedig nem találkozni az orosz elnökkel, mert nekünk lehet róla véleményünk, és elítélhetjük Oroszországot úgy, ahogy áll, és annak vezetőség, vezetőségétől mindenestől fogva, csak jelen pillanatban a világép egy olyan bizonytalan hely Amióta mióta ez a konfliktus kezdetét vette, hogy szerintem az volna legjobb, hogyha a nyugat élető vezetője próbálná valamilyen szinten fölvenni a kapcsolatot Oroszországgal, és végre tárgyalások irányába menne az ügy, és ezek a tárgyalások, hogy először is elkezdődhessenek, az az kellene, inkább fogalmazok úgy, ahhoz, hogy ez a hidegháború 2.0 a minél elő véget érjen, ehhez az kellene, hogy a kommunikáció megnyíljon. És azt gondolom, hogy visszatérve Magyarország, Magyarországnak a vezetője, és egyébként az egész magyar kormány százszor száz helyen ítélte el Oroszország agresszióját Ukrajnában. Tehát azt gondolom, hogy ez nem kérdés, hogy erről mi az álláspontunk. Az meg továbbra is azt mondom, hogy ez meg egy megint más kérdés, hogy igenis kell. Tehát Oroszországot nem lehet megkerülni, ezt, ezt, Józsi is így látja, hogy jól értettem. Oroszországgal muszáj gazdasági szövetséget fenntartani. Tehát ilyen téren én nem tenném ezt ilyen morális lábazat, hogy morálisan mi helyes, meg mi nem, és nagyon-nagyon nehéz egyébként igazolnom azt, hogy nem vagyok Amerika amerikafóbiás, de megint csak azt kell mondanom, hogy, hogy morális kérdéseket az Egyesült Államok részéről és a nagykövete részéről feltenni, hogy morálisan mi a helyes, meg mi nem, az azt gondolom, hogy, hogy, hogy minimum megkérdőjelezhető, mert jelen pillanatban két olyan nagy konfliktus van, ami lázban tartja a világot, és Amerika mindkettőnél jelen van úgy, hogy igazából túl sok köze nem kellene, hogy legyen egyikhez sem. Izraelhez egy picit jobban, mint egyébként Ukrajnához, de nincsenek közvetlen katonai szövetségben. Néhány megjegyzés. Ugye hidegháború is van, pontakozik ki a, más, a mostani hidegháború, de ugye azért van a forró háború is ez a ukrajnai -orosz, orosz konfliktus, és persze Oroszországra nyilván fenn kell tartani kapcsolatokat, nyilván kommunikációs vonalaknak égniük kell, vagy élniük kell legalábbis, de az, hogyha két országnak az első számú politikai vezetője találkozik, az egy nagyon erős politikai gesztus. Nyilván Orbán Viktor nem találkozna északkorral vezetőjével, vagy sorolhatnám, tehát vannak olyan, és nem, nem véletlen az, hogy nem találkozik vele, és az sem véletlen, hogy mondjuk Orbán Viktor után sem kapkodnak Washingtonban. Tehát ez egy fontos gesztus, tök más szint, hogyha, tök más jelent, hogyha hogyha a, az első számú vezetők találkoznak, mint hogyha egyébként a háttérben találkozik a, a molnak a vezére, a Nyefte Gáznak a vezérével, és megbeszéljük, hogy most hány rubel érjön az olaj meg a gáz Magyarországra. Egyébként Magyarországnak a, a, Orbán kormány pontosabban többször is kinyilvánította, Orbán Viktor és Szijjártó Péter külügyminiszter is, hogy Magyarország nem érték, morál, hanem érdekalapú külpolitikát folytat. Ez nekem egyébként végtelen ellenszembes. <kül> Nyilván az érdek az nagyon fontos, de hogyha ellenesztjük a morált, hogy szokás mondani, ugye jobbos médiában a, a kisípójátok, a, a mindig a valósok, a morált. Én ezt szeretem így lóbálni, mert egyébként ez, ez tehát valami ez, valami ez képes, csak kell az életünket meghatározni. Ez gondolom, ez gondolnám ezek az erkölcsök lehetnének. Ami pedig a, a, még a hovatartozásról, meg erkölcsökről, meg hogy ki, ki okoz nagyobb kár Magyarországnak, meg Európának, Amerika vagy Oroszország, ebben vég, végképp nem ugyanazt gondoljuk, és nekem itt Hofinak a, a klasszikus mondata jut a szembe, és megint, bocsánat, hogy megint ki kell majd sípolni, ő mondta azt még annak idén, hogy e, jobb, egy, jobb egy pörsing a tanyámon, mint egy orosz. És ez szerintem, bár kicsi profán, de nagyjából megvilágítja a a helyzetet meg megvilágítja az is, amit én, én is gondolok erről az egészről. A Pershing ugye ez egy rakéta. Jól érzékelem azt, hogy itt a találkozóra, ha, ha, megnézzük a médiát, én meglepődtem, mert igazából ez az Orbán Putyin találkozó nem volt annyira központba talán így az izraeli háború mellett, mint amennyire talán két-három héttel ezelőtt lett volna, hogy ezt jól érzékelem, hogy így picit ennek a médiában betöltött hatása kisebb lett így a, a, az izraeli helyzet kapcsán, és talán ez azt is mutatja, hogy az ukrán háborúnak a, a foglalkoztatása a médiában, mintha picit sikkadna el így az izraeli helyzet kapcsán. Hát akkor, egy, akkor a média felülete a, a, kapu akkor a mekkora. tehát hogy jön, jön, még egy óriási esemény, akkor nyilván az, az háttérbe szorítja, és az is nyilvánvaló, hogy mondjuk Orbán Viktornak a, a putyin találkozója az nem érhető össze se az orosz-ukrán háborúval, se az izraeli gázai palesztin konfliktussal. Persze nyilván háttérbe kerül, de mögött nem kell semmi semmiféle háttérhatalmi manipulációt. Egyszerűen az, hogy ekkora a címlap, arra x betű fér ki, több nem fér ki. E, valamennyi adásidőt van a rádióban, a, a, az az x másodperc bele, és több nem fér be. Amnyi fele kell osztani, hány ahány téma van. Hát most a médium működését kell megvitatnunk, akkor egy példával tudnám ezt az egészet szemléltetni. Ugye volt a Covid, annak az orosz ukrán háború véget tudott vetni nagyjából 24 óra alatt, majd pedig mondjuk itt az izraeli konfliktus, pedig nagyjából 24 óra alatt véget tudott vetni az ukrán-orosz háborúnak. Bár nyilván a háború továbbra is tart, Covid is van, csak ezek már nem nagyon fognak érdekelni senkit, és azért az Tegyük hozzá, hogyha már így a, morálóbálás szóba került, hogy egyébként... Ilyen vagy, irigyellek, majd tanulok tőle. De morálisan az is érdekelne, hogy egyébként akik a mainstream médiába, az egész nyugati világba, a kezdetétől fogva arra próbálták, vagy abba a hangulatba próbálták hozni a, a, nyugati polgárokat, hogy ez egy nyerhető háború. Igenis, kötelességünk fegyverrel beszállni ebbe a buliba. Igenis, meg kell mutatni. Magyarországon volt konkrét ilyen kijelentés, hogy meg kell mutatni Vladimir Putyinnak, le kell hívni Putyin blöfét, hogy, hogy ilyenkor morálisan ezek az emberek, vagy ezen médiumok képviselői mondjuk nem érzik azt, hogy, hogy becsapták egyébként a nyugat Mert hogy én azt gondolom, hogy egy kisiskolás gyereket, aki már vett mondjuk történelem órán, megkérdezett volna valaki, hogy milyen kifutása lehet egy nyílt orosz-ukrán konfliktusnak, pláne ha abba beszáll a nyugatfegyverekkel, meg, meg mindenféle titkosszolgálati jelentésekkel, meg segítsége, akkor szerintem egy kisiskolás is meg tudta volna azt mondani, hogy hát ennek nagyjából az lehet a vége, hogy Ukrajna porig lesz rombolva, a végén nagy valószínűséggel szanaszét fogják szaggatni, és meg fog halni több százezer ember. Na most a morál ezzel kapcsolatosan is érdekelne egyébként, mert hogy ez megtörtént, és most már azt láthatjuk, hogy, hogy akkor nem menjünk bele összecsküvés elméletekbe, fogalmazzunk úgy, hogy egyébként nem jön rosszul ennek a nyugati koalíciónak, abból a szempontból, hírérték szempontból az az izraeli konfliktus, hogy hagyhatja szépen csendben meghalni Ukrajnát. Tehát nagyon ciki lett volna ezt egyébként média az közepette végignézni, ahogy az összes hazudozással szemben, és neved magad, de most nem rád értem ezt, hanem egyébként a nyugati mainstream -e, az összes hazudozással szemben ugye a nagy tavaszi ellentámadás, amiből nyári lett, amiből őszi lett, amiből már nincs is semmi, meg az összes többivel szemben azt láthatjuk, hogy nem történt meg az, amit ígértek, amiket itt a, a szakértők magabiztosan meldöngetve nap, mint az órunk elé toltak, és amivel Kapcsánat. Ugye azt gondolja az ember, hogy hogy azt gondolná szerintem, hogy hát nem ez dönti el, hogy most akkor mi, mi milyen szinten szállunk be egy számunkra egyébként levás háborúba, már hogy emberi kérdésből nem, de hogy egyébként katonai szövetség vira levás háborúba, és valójában meg de, mert a, 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 a különböző nyugati országok állampolgárait, ezek a mainstream médiák tartották abban a hídben, hogy igenis jót cselekszenek, és hogy nekik morális kötelességük az, hogy részt vegyenek egy népírtásba. És bárki, csak emlékeztetnék mindenkit, bárki, aki hozzátette mindig, hogy mélységesen elítéli, amit Oroszország ö, Ukrajnán belül ö, végez, de ugyanakkor mégiscsak arra kell inkább ösztökélni a nyugati országokat, hogy azt a pénzt, azt az erőfeszítést inkább a, a a béketárgyalásokba próbálja vele investálni. Mindenkit megbélyegeztek, mindenki orosz ügynök volt, és tök mindegy volt, hogy az, az illető mondjuk jobboldali, tök mindegy volt, hogy baloldali László Klaus ugyanannyit ugyanannyi címkét kapott, mint bármely más jobboldali ember. Tehát, hogy még ideológiákos sem volt ez csatolható. És nem láttam ebben a nagy morált, és csak hozzáteszem, hogy mindaz a válság, amiben egyre inkább haladunk bele, és most már ugye Izrael kapcsán is, az mindezzel, tehát a, a a nyugati világ instabilitását az a persz hozta el, amikor elindult egy olyan háború, ami teljesen feleslegesen indult el, mert, mert éveken keresztül lett volna arra a lehetőség, hogy a, a, nyugat nem hogy megoldja, hát ő maga vett abban a részt, hogy ez így alakuljon, tehát hogy, hogy idáig ne jussunk el. Szóval, hogyha már moralitáshozunk szóval, akkor ezt azért ne felejtsük el. A több megjegyzés erre is. Ugye azt, hogy a Covid megszűnt, az, az nem, nem pusztán kommunikációs ügy, hanem volt egy oltás, amit a mi Nobel Katalinunk nevéhez kötődik legalábbis a, a maga az egésznek az alapsémájának a kitalálása. Te, az, hogy az valóban eltűnt, illetve hát nyilván sokkal kevesebben hanem mert sokkal a kevesebben Oké, oké, okay, okay, csak, csak itt a, ugye a valóság is változott, és attól is változik a médiában a, az ő tükröződése. Az orosz ukrán háborút nyilván az első hetekre háttérbe szorította nálunk is a címlapom. A, a izraeli-gázai konfliktus, de mondjuk mi azt, azt követjük a pont nál hogy két darab élő van azóta az oldalon, két darab háborús percről percre. Nyilván jobban olvassák az emberek jelen pillanatban, hiszen ez újdonság, a, a frissebb háborúta, az izraeli retteneteket, de attól még a címlapon szerepeltetjük az orosz-ukrán háborúnak is a, a, az élőzését. Azt mondod, hogy a sajtó becsapta a nyugati sajtó becsapta. Az olvasóit, és akkor itt igazán fel lehet nevetni erkölcsi kérdéseket. Az alapvető erkölcsi kérdés szerintem az, hogy Nyugat-Európa, és nem a sajtója, az csak egy kivetülése a politikának ebből bizonyos szempontból, hanem Nyugat-Európai politika megengedheti -e azt, hogy a, a láthatóan problémákkal küzdő Putyin rezsim, ugye itt a világ top három atom, atomhatalmának az egyikéről beszélünk, amely a más, másik oldalról nézve, akkor a gazdaságot produkál, még azzal az óriási nyersanyag is, aminek birtokában van, mint az olasz gazdaság. Tehát ez egy mondjuk közepes GDP gazdaságról beszélünk, ott van mögött a, 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 a rengeteg atomrakét. Tehát mi Kínához, vagy az Egyesült Államokhoz képest, de még az Unióhoz képest is mondom, hogy hát olaszország méretű gazdaságról beszélünk gazdaságilag nem egy, nem egy komoly szereplője a világgazdaságnak, abban a szempontból komoly szereplője, hogy Európa jelentős részben, bár egyre kisebb mértékben függő energiállátásában Oroszországtól. De visszatérve erre, hogy morál nem morál, a fő morális kérdés szerintem az, hogy, hogy a nyugat, Amerika, meg az Európai Unió országai hagyhatják-e azt, ha úgy tetszik, szó nélkül, vagy tett nélkül pontosan, mert szó az szó azért elhangzott, hogy Oroszország úgy dönt, Putyin úgy dönt, hogy annektál egy országot részben vagy egészben. Mert hogyha erre annyi válasz születik csak, hogy enye, elnye meg, meg akkor gazdasági szankciók, meg, meg helytelenítjük, meg elítéljük, meg nem, meg, 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 nem tudom, népírtást kiáltunk, akkor Oroszország miután Ukrajnát lerendezte, Utána egy tovább, és ö, ö, akit lehet, azt el fog intézni, és, és, és magába foglalja. Ha ez egy pred, egy ilyen precedens mellett a világ elmegy, ráud, ráadásul a, a mi szempontunkból, mert talán nem is annyira vagyunk távol a valóságtól, a világ közepén, Európa szélén, akkor nincs megállás. Ezt nem lehet annyiban hagyni. A nyugat szerintem nem tehetett mást, mint az, hogy kiállt Ukrajna mellett, és ö, katonai segít adott nekik. És hogy azért, amikor a moráról beszélünk, ne, felejtsük el azt, hogy az első tank, az első lövés, meg az első mészárlás, gyilkosság, katonák lelövése és civileknek a, a meggyilkolása, az Oroszország követte el, Putyin követte el. Ha ezt szó nélkül hagyjuk, akkor majd nálam okosabb emberek elmondják, majd ez Bíró Zoltán beívhatjátok, majd elmondják, hogy milyen sorrendben döltek volna be az Oroszország melletti közeli államok, és milyen szépen ébredt volna újjá a, korábbi ö, szovjet állom és Oroszországban, akkor egyszer csak ugye Nagy Oroszország kovácsolt a frigy lehetne, amitől azért én rettentően fázom, ráadásul mi abban a frigyben benne voltunk, ugye 45-48-tól 89-90-ig, abban azért én nem vágyom bele, meg a gyerekeimet, meg az unokáimat sem szeretném, hogyha ebbe a körbe tartoznának, tehát ha már, morál, ha már értékválasztás, akkor a nyugathoz tartozunk, és a nyugat nem hagyhatja azt, hogy szerintem nem hagyhatta azt. Miközben nyilván csomó svindli volt, szemétség volt, saját érdek volt, manipuláció volt, de alapvetően a fő kérdés, mi az első témákban azt mondtam, hogy hova tartozunk, nyugat, Európai Európa, Unió, NATO, itt is. Mi a, szerintem a világ érdek, mi a demokratikus, az én felfogásomban a szabad világnak az érdeke az, hogy ne történhessen meg az, hogy következmények nélkül bármely ország akinek erősebb katonai ereje, nagyobb katonai ereje van, mint a szomszédnak, az csak úgy elfoglalása, és a nyugat pedig föltegye a kezét, hogy jó, hát gyerekek, így van, akkor ez így van. Ez szerintem nem oké. Nem szeretném nagyon bőli rengen ezt a dolgot, és el is engedném ezt a témát, csak azért azon hallgatók kedvére, akik mondjuk kómában voltak, és most ébredtek fel, és Józsitó hallották prezentálni az orosz-ukrán háború zanzásítva. még egy pár tényt azért hagyd tegyek hozzá, hogy ők nehogy tévedésben legyenek, vagy nehogy rosszul ezt a helyzetet. Ö, Oroszország nem úgy ment be Ukrajnába, hogy reggel felébredt Putyin, és akkor mindenféle volt, azt mondta, hogy na akkor ma annak tálni fogom ukrajnai részét. Tehát itt azért volt korábban egy pucsal eltávolított ukrán ugye gondolok, aztán voltak különböző mai napig, és egyébként még korábban még a liberális sajtóban is rendszeresen jegyzett atrocitások a dombozban, és akkor nagyon visszafogottan fogalmazok, direkt nem akarok durvább szavakat használni, illetve éveken keresztül, ugye, ha jól emlékszem, akkor folyamatosan ö, Putyin és Lavrov is egyébként mindig jelezte az aggájait, hogy milyen aggájai vannak neki Ukrajnával kapcsolatosan, és ezeket az aggájait senki nem vette komolyan, holott Józsi is elmondja, hogy ha gazdaság Olaszországgal összemérhető is, de katonai ereje azért attól nagyobb, szóval azért minimum érdemes lett volna őt komolyan venni. Bele sem menjünk tényleg olyan, mert akkor, nem, ez az egész műsor csak erről de bele sem menjünk olyan összeesküvésébe, hogy esetlegesen mondjuk a pucs mögött a nyugat áll, mert ugye ilyen hangot is lehet hallani, de hát ezeket én nyilván nem veszem komolyan, a másik pedig ugye mindig hallom ezt, hogyha ha nem léptünk volna be, akkor itt nyilvánvalóan az történt volna, hogy Ukrajna után jött volna a többi nyugati ország, NATO tagállamokat kebelezett volna be nem, Oroszország. Nem, 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 NATO tagállam, mondtam, direkt nem mondtam NATO tagállam. Akkor, akkor, bocsánat, akkor ez Mar akkor ezt, én voltam nem. rossz indulat, hogy Józsi nem, mindegy, ezt ettől függetlenül, mint NATO tagország megegyezném, hogy, hogy a történelem során Oroszország még egyetlen egyszer sem támadott meg egyébként ilyen NATO tagországot, ellenben, hogyha nagyon komolyan vesztük a dolgokat, akkor Ukrajna igen, tehát ő lerakítászta Lengyelországot, és még, még azt sem mondta, hogy bicsi hallottak és meg. Úgy, hogy, én ugye hiszek a nyugati szövetségeseinek, már pedig lenha tudom, akkor a németek arra a következtetésre jutottak, hogy Ukrajna nem csak Lengyelországot a két áztal, hanem infrastruktúrális támadás is indított egyébként a, egy olyan területen, ami hát szintén csak a nyugati szövetség része. Mármint mikor a a Lengyelországot Ukrajna? Hát tudod, amikor megjelent például az összes liberális lab, hogy azonnal a NATO 5., 6., 7., 8. cikkeinek életbe kell lépni, mert Oroszország rakétákat, Lengyelország területére hallottak is vannak, aztán meg ugye kiderült egy pár múl, hogy ezek az ukránok voltak. Most meg már egészen biztosan, tehát most meg már vizsgálatok igazolták, hogy Ukrajnából érkeztek ezek a lakétek. Tudod, ez az, Na az jó, eset, amire, amire, nem mondta azt Zelenszki, mikor Lengyelországba járt, és ugye szóba hogy ha már járt, akkor egyébként történelmi bűneikért elnézést kérhetett volna, és a, 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 a két lengyel halott ér is, de hogy azt mondta, hogy erre most nincs idő. Ez arra az esetre gondolok. Jó, de ugye az, 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 nem szándékolt támadás volt, az, az, az tévedés volt. Azért tettem hozzá, hogyha nagyon komolyan veszük a dolgokat, tehát hogyha abból indulunk ki, hogy egy nem, nem NATO tagország részéről NATO területre csapódott rakéta embereket ölt meg, akkor ebből a szempontból hivatalosan nevezhetjük úgy, hogy Ukrajna részéről viszont már érkezett támadás NATO tagállam ellen, halálos áldozatok, és az infrastruktúrális támadás viszont nem véletlen volt valószínűsítem, bár ennek nem vagyok szakértője. Csak nehezen tudom elképzelni, hogy véletlenül mondjuk fel lehet robbantani tenger alatti vezetékeket bár ez is előfordulhat. Nem az, az, hogy a tenger vezetéket kirobbantotta fel, azt ugye nem tudjuk. Számos kontot lehet erről olvasni. Azt, a nyugati hogy, szövetségeseinkre hallgatok ebben az ügyben a németekre, azért mondtam. Az, hogy, hogy tévedésből átlőttek, és meg a... Tehát Ukrajnából átment két rakéta, és ott megölt két embert, ez egy Személyes rám, szörny, de ugye ez, ez, ez nem, nem egy hogy is nem egy, nem egy szándékod dolog volt, ez nem, nem, egy, nem, egy, nem egy háborús. Ez nem az, amikor Putyin azt mondja, most akkor elindul 3200 tank, vagy nem tudom, 320 több mint. Ugye ezt a kettőt szerintem ne, ne keverjük össze. És egyébként meg, amikor azt mondod, hogy persze, hát a politika az olyan, hogy úgy működik ez a játék, hogy, hogy mindenki a saját érdekeit, gazdasági, katonai, politikai érdekeit próbál érvényesíteni különböző területein a világnak, minél nagyobb egy, egy, ország, annál inkább próbálja ezt érvényesíteni, hogy maga az ukrán mit szeretne, hogy szeretett volna Janukovics alatt élni még, vagy valaki más szeretett volna, Erről meg megint csak majd meg egy, egy ukrajna szakértőt, de, de, ugye amikor azt mondottuk, hogy komolyan kellett volna venni Oroszországot, aztán akkor nem kell csodálkozni, hogyha elindul a háború. Ugye ez olyan, mint most maradnék akkor, ha már egyszer felhoztam egy fél órával ezelőtt a házasság példát. Hogy nyilván lehet ö, emelni a hangot egy, egy párkapcsolatban bizonyos szintig, kultúrától függ, hogy ez, ez, ez milyen szintet üt meg, de azért vannak, vannak olyan vörös vonalak, amiket nem lépünk át. Tehát mi nem pofoszkodunk, nem törjük el a kezét ilyesmi. Tehát azért az, hogy, hogy érdeket érvényesít, ö, ö, saját országának érdekeit érvényesíti egy nemzet vagy egy kormány külföldön, az egy dolog azon lehetne egyébként morálisan is ugrálni, hogy ez, ez milyen határokon belül fogadható el. Na de az, hogy valaki háborút indít, az a pofoszkodás, az a kézeltörés. Szerintem ez, ez, az a vörös vonal, ami nem, nem lehet túlépni. Hangot lehet emelni, de háborúzni nem lehet. Olyan nincs a modern világban, ebben a, ebben a globál vízben, ebben a, ebben a nagy faluban, ami, ami, amivé vált a földön, nincs, hogy valaki azért, mert egyébként van, van pár száz, pár ezer atomrakéta, azt gondolja, hogy ő megengedheti magának azt, hogy, hogy akkor elfogul egy másik országot. Vagy megtámad, mert akkor mindjárt azt mondtam volna, hogy hát pedig láma a berika, hányszor megtette. De igen, egyébként jó, nem akarom tovább ezt a témakört egyébként fieltetni, azt gondolom megbeszéltük ezt József van nagyjából, hogy az mennyire képviseljük a saját kis pozíciónkat ebben az ügyben. És ami szintén megengedhetetlen, az a terrortámadás, hiszen Brüsszelbe történt egy ilyen, és két svéd szurkolót ö, gyilkoltak meg egy futballmeccs közben, és ugye a, a meccs ez, emiatt le is állt, és ugye a bűnük a hírek szerint annyi volt, hogy svéd mezben voltak. Így az izraeli háború hatására fokozódik a terrorveszély Európában, és ebben mondjuk a migrációnak milyen szerepe lehet, mert erről is különféle véleményeket hallunk jelenleg, hogy a migráció mennyire játszik fontos szerepet ebben a terrorveszélyben. Rögtön az elején csak, hogy elkerüljük a hangulatkeltést, azért különböztessük meg a migrációt, meg az illegális migrációt, és az elején hadd induljak ki Magyarország példáján. Ugye minket mindig azzal vádolnak, hogy mi egy szanufú ország vagyunk, aki egyébként idegen gyűlölő, és nem akar itt semmilyen más kultúrával találkozni, csak a saját kis bigott álláspontját képviseli. Ehhez képest, ha előhozokatatok személyes tapasztalattal, nekem nagymamám évtizedeken keresztül az egészségügyben dolgozott, nagyon sokat voltam ott, és én például azt láttam, azt tapasztaltam, hogy az illegális migráció előtt például a Magyarországi Egészségügyi Intézményeben rengeteg, számolatlanul sok arab orvos dolgozik, és például velük szemben, is, soha nem láttam semmilyen előítéletet, sem kollégális részről, sem sőt, egyébként, amiket én láttam, hallottam, a magyar betegek kifejezetten kedvelték őket. Ezek, ezek az emberek ugyanúgy arab országokból érkeztek, ugyanúgy más vállással rendelkeztek, csak ugye hivatalosan érkeztek az országba, vállaltak is munkát, ahogyan az kell, és ahogyan az egyébként szokás, és nem láttam ezzel szemben szanofób megmozdulásokat. De biztos, hogy volt ilyen, és nem tudom. Azt hiszem, tudom, hogy az illegális migráció az nem összevethető azokkal az egyébként legálisan az Európai Unió területére érkező bármilyen kultúrából vagy nemzetből érkező állampolgárokkal, mint, a, mint ahogy azt korábban megfogalmaztam a legális migráció kapcsán. És csak ez azért ez a rövid felvezetés, hogy mindig az volt a vád, hogy mer aki erre ellenmond, már mint arra, hogy ellenőrizetlenül bárki az országba beléphessen, az ugye az mögött mindig buta, bigott rasszizmus, szenofóbia húzódik meg, és hát amíg, amíg ezt ugye nekünk inkább fogalmazok, akkor én is durvában és megengedek magának ma durvább kijelentéseket, akinek a, a fél nyugati világnak kivókolták az agyát ezzel a hülyeséggel. És addig vókolták az emberek agyát, hogy Nyugat-Európában kis gázák jöttek létre, kis palesztinák, és ugye elfelejt, elfelejtettük azt, hogy Eddig is küzdöttünk egyébként a terrorveszélyel Európában. Eddig is voltak problémák az illegális migrációval, csak hogy ezt mindig el lehetett fedni különböző cikkekkel. Ugye nagy médiumoknál jelentek meg ilyen címek, hogy egy hétig kerestük Malműben, de nem találtuk meg a nógúzónákat. Ezekre mind, mind, mind emlékszünk, hogy ez hogy volt. És akkor most, amikor kezdenek kikelni a zártajások, tehát például most van egy ilyen, ez, tehát ez, ez a, ez a Hamas, és direkt nem palesztin népet mondok, ez a Hamas által elkövetett terrorcselekmény, ez például elérkezettnek, vagy, vagy, vagy Megszólalt a -e vekker, meg, hogy elérkezett az idő. Tehát most minden el fog válni, és most mindenről kiderül, hogy akkor az csak politika volt, vagy pedig az egy teljesen józan álláspont volt, hogy nem kellene egymás kárára kis területre terelni különböző kulturális szereplőket, ráadásul úgy, hogy azt sem tudjuk sok esetben, hogy kiket engedünk be. Lásd ugye a konkrét eset most, ami megtörtént, a, a kétsvéd állampolgár lelővés, egy Lampedúzánál belépő terrorista követte el, akiről egyébként a hatóságok pontosan tudták, hogy előszakos dolgai voltak, megfigyelték, és mégis meg, meg tudott ez történni. És nem akarok vészjósló lenni, de hát a józan ész diktálja egyébként azt, hogy, hogy ez most már egyre sűrűbben és és egyre drámaiban fog jelentkezni, hiszen mondom, a alapból ez az én személyes álláspontom, hogy ezek az ábrahámi vallások, és csak egy gondolatjelben hadd mondjam ezt, ezek az ábrahámi vallások, ezek kifejezetten útját, útját, állták ennek az egész vókülületnek, ami világban zajlik. Tehát legyen az zsidó vallás, legyen az keresztény, legyen az muzulmán. Viszont azzal, hogy ezeket az embereket besűrítették nem megszokott, mert ez azért használom azt a szót, hogy besűrítették, mert ezek az emberek nem úgy volt, hogy egyszer csak tömegesen elkezdtek minden árkombokra átugrálni és jöttek, hanem ezek az emberek meghívást kaptak Nyugat-Európába. Tehát tulajdonképpen le volt vezényelve a, a, a migrációjuk. Ezzel gyakorlatilag ezek az ábrahámi vallások egy olyan ponthoz érkeztünk a történetben, amikor elkezdenek egymás ellen fordulni, hiszen egy területen vannak különböző ö különböző kultúrával, és amikor például jön egy palesztin zsidó konfliktus, akkor ez olyan esetekben is meg fog mutatkozni, ahol egyébként mondjuk ez nem mutatkozott volna meg. Tehát biztos, hogy benne nagyon sok olyan, olyan bevándorló muzulmán van Európában, aki nem akart mondjuk részt venni vallási háborúkban, de az a pillanat, amikor, amikor látja az Al a képeket Gázából, az igenis arra fog ösztökélni, hogy ebben ő maga is részt És ezt nagyon nehéz lesz elkerülni. És a, a, vallás nem véletlen rángattam bele ebbe a témába, mert ugye mi mindig megy ezen a nevite, de én százszerzalékosan meg vagyok róla győződve, hogy ez vallási háború, ami, ami, ott kitört. Mert ha, ha Nyugat-Európa utcáin szétnézek, és azt pont nálatok mondtam el nem olyan régen, akkor én azt látom, hogy nem palesztin emberek éltetik a Hamaszt, van köztük az is, de hát elenyésző számú, hanem a szélrózsa minden irányából érkező egyébként muzulmán hitű emberek. Tehát, hogy nehéz ezt nem vallási összecsapásként értékelni ebből a szemszögből. Mennyi időnk van? Még egy tíz percet szerintem lehet erről beszélni. Akkor... élni minden mondjuk. Ja, mert, hogy, egyrészt ez egy, egy bűnöző, aki ezt elkövette, tehát nem terrorista, ugyan lehet tudni róla, hogy, hogy kereste a kapcsolatot az iszlám állammal, miután Lampedusa-nál bejött az Európai Unió területére, de nem, nem, nem sikerült felvennie jelenlegi hírek szerint a kapcsolatot. Kint börtönben ült, a börtönből megszökött, egy tunéziai fickorról beszélünk. Utána számos uniós országban próbált melledékjukhoz jutni, de mivel olyan országból érkezett, ahol, amely ami biztonságos ország, tehát Tunézia, ezt nem kapta meg. Elhangzott az átból többször a, a, terror, meg terrorista kifejezés. Azért mondom csak, hogy ugye a terroristát én, alatt én azt értem, hogyha valaki szervezetten, egy, terrorszervezet terror részeként bemegy a, a kiszobába, rárakják a, a mellén, telepakolják dinamittal, és aztán beküldik a, a, kávézóba. Tehát ez, én ezt értem terrorista. Ez egy, ez egy bűnöző volt, egy gazember volt. és <kül> végtelenül sajnálom a, 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 két svéd a srácot, akit, akit vagy, vagy, embert, akit, a, akit Borzalom az embernek a fejére egy téglát, tehát ezzel nem lehet mit kezdeni. Szörnyű, szörnyű. Ami pedig a, ha már itt ennyi időnk van, tehát ugye, ugye, az egész problémát, ha elkezdjük valahol uh, szétszálazni, akkor mi mindig, még mindig, mehetnénk sokkal messzebb, és még sokkal messzebb. Ugye a dolog valahol ott indul, hogy, hogy még erősen a módszázad bandának a második felében kitalálták a franciák, meg a németek, hogy, hogy kéne munkaerő, mert hogy a, a, ahogy a, a mi életformánk szerint működő Nyugat-Európa létezett, ott bizonyos munkákat már nem akartak elvállalni a helyiek. A franciák se, a németek se, a olaszok se egyébként sorolhatnánk, hiszen már jobb pénzet tudtak dolgozni. És akkor jöttek franciaországba volt francia gyarmatokról, jöttek a németek, akik franciául beszéltek, ugye Tunéziába például. Aztán jöttek a németekhez leginkább a törököktől, aztán bő négymilliós populációja most már Németországban. 80, 80 milliós ország, azt hiszem. Tehát jelentős szám. És volt egy határ, e, ameddig e, Giorlucácssal interjúztam, én, e, ugye ő, ő volt pár éve hat meg, a, talán a legnagyobb kortás magyar történész Amerikában tanított. És ő mondta azt, hogy van egy határ, amennyi ahány, ahány bevándorlót meg tud emészteni egy, egy világ. Amerika jobban emészt, Európa kevésbé jól emészt. És ugye az történt, hogy jöttek, mondjuk akkor maradva a francia példánál, jöttek a francia, volt francia gyarmatokról, Afrikából a, a, munkások, ezek az emberek megtartottak jelentős részben a vallásukat, részben pedig nem. Ők hozzájárultak ahhoz, hogy Franciaország gyarapodjék, a törökök hozzájárultak ahhoz, hogy, hogy Németország gyarapodjék, de aztán az ő gyerekeknek már, már kevésbé volt munkájuk, és akkor indult be a radikaliz... radikalizmus. Hát, hogy ezt lehetett volna -e jobban csinálni, ezt én nem tudom. Ha őket nem engedik be, akkor, akkor hol tartana Európa, azt nem tudom. Hol tartana Franciaország és Németország, nem tudom. Hogy néznének ki a britek, azt nem tudom. Nyilván egész Európa az másképpen működik, mint Amerika, ami ugye eleve egy ilyen olvasztó tége. És ugye eljut, eljutunk odáig, most akkor kiadjuk néhány lépés, de hogy amikor a, 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 a Maradjunk Magyarországon, akkor még, még egy lépéssel tovább, hogy ne húzzuk az időt. Magyarországon is ugye azt halljuk a kormánytól, egy teljesen valid hogy euh, tartsuk meg a népesség számot, mert hogy ennek az országnak az kell, hogy minél több magyar van, annál jobb nekünk leegyszerűsítve. A, a pont. Az ember olvas Csányi Vilmost, mondjuk a nekem pár éve adott egyik interjúját, amiben az volt a címe, hogy inkább szeretnék én 8 millió tanult, művelt, kulturált ember nagyjából így mondtam, mint 10 millió hülyét, Nyilván sarkított. Ezt is el kell dönteni, hogy hány emberre képzeljük ezt az országot. Majd egyébként ezt a számot dinamikusan kell tudni változtatni, hiszen az idők is változnak, az országnak, a nemzetnek a szükségletei is változnak, de akkor fogadjuk el alapállásban azt, hogy minél több a magyar, annál jobb. Na most, ha beleolvasunk egy, egy vonatkozó szociológiai tankönyvnek az első évfolyam első, nem tudom, első oldalát gyakorlatilag, akkor láthatjuk, hogy egy populáció esetünkben a magyar nemzet. Magyarország lélekszám, akkor tartható fönn. Egyes pont, ha minél több gyerek születik, emeljük a születési rátát. Kettes, minél hosszabb ideig élnek a magyar polgárok. Hármas pont, és nincs több, hogyha a, a vándorlási szumma, vagy micsoda, az pozitív. Tehát többen jönnek ide, mint ahányan elmennek innen. Most Magyarország kormánya azt mondja, vállalható szerethető álláspont, magam is szeretem, hogy adjunk minél több pénzt arra, hogy aki gyermeket vállal, annak könnyebben az élet, ezzel inspiráljuk őket, hogy minél több gyermek szülessen. Rettenetesen vagy komoly források mennek erre. SZIA kedvezmény, lakásépítési, ingyenpénz, lakásépítési hitel, sorolhatnám, és ezzel is 1,30 valamennyiről, ugye a bajnai kormány vége, azt hiszem 1,62-re sikerült feltornászni ezt a születési rátát, ami ugye tudjuk, hogy 2,1-nek kéne lenni ahhoz, hogy egy populáció megmaradjon. Ami a csövön kifér, betolta a magyar kormány ebbe a pénzt, itt tartunk. Tehát egy kisvárosnyi ö, lélekszámmal fogy Magyarországnak a lakossága évről évre. Kettes pont, <coughs> itt azért megkérdezném, hogy lehet, hogy ide kéne az elsőből is valamennyi pénzt átcsoportosítani, akik már élnek, akik már itt vannak köztünk, mi? Minél jobban mondjuk egészségügyi ellátást kapjunk, azért, hogy minél jobb oktatást kapjunk, ö, hogy aztán olyan szakmában tudjunk elhelyezkedni, ahol nem, nem halsz meg 56 évesen tüdőrákban, szilikózisban, nem tudom micsodában, azért itt azért volna szerintem politikai vitának helye. A harmadik pont pedig ugye a, a, a vándorlási szumma. Magyarországnak volt egy olyan, olyan hogy a határon túli magyar területekről ide lehetett csábítani velünk azonos nyelvet beszélő honfitársainkat. Ez már a kimerülni tetszik, ők is inkább, ahogy lehet hallani, inkább mennek tovább Nyugat-Európába. És közben nagyon sok, főleg jól képzett fiatal százezerek mennek tovább nyugatra, akkor valahonnan kell szerezni embert, amennyiben azt mondjuk, és tartjuk azt az alapálláspontunkat, hogy Magyarország lélekszáma ne csökkenje, vagy, vagy ne annyira csökkenje. Nincs más, tényleg születésszám, kimaxoltuk egészségügybe, szociális rendszerbe, nyilván lehetne még pakolni pénzen, nincs nincs több pénz, marad a bevándorlási bevándor, szumba azt lehet mondani, és hogyha egyébként azt mondjuk, hogy ide nem, nem, nem jöhet be, ne is jöjjön be senki, csak az, aki, nem tudom, egyetemistöként érkezik, aztán hogy itt lesz, itt lesz orvos, arabként, siófoki fideszes képviselő, ugye ő is egy, most nem eszembe a doktor úrnak a neve, ő is erre egy jó példa. Ez is lehet egy mondás, de akkor viszont azt mondjuk, akkor, akkor azt kell mondani, hogy egy, meg kettő, meg háromból nem jön ki azt, amit mi szerettünk volna, akkor vissza kell menni az elejére, és azt kell mondani, hogy gyerekek, akkor Bevállaljuk azt, hogy Magyarország évente 30 ezer fővel csökken. De ezt meg nem mondja a politika. Itt most csak az egészet azért mondtam el, hogy ennek az egész migrációs őrületnek, amit persze számos ponton félre kezelve, eh, ahogy ezt mondjuk Merkel is elmondta, miért ugye lemondott, miért ugye váltották volna őt a német kancellári székben, de akkor ez egy ilyen játék. Valamelyik újjukat meg kell, hogy harapjuk. Egy mondat még belefér, mielőtt végeznénk. Csak annyi, hogy ö Józsi nagyon megengedő volt ebben a témában, elfogadom, hogy ez az álláspontja, viszont azt mindenképp szeretném leszögezni, hogy nekem viszont több, mint egy bűnöző az, aki az iszlám állam harcosának vallja magát, a bár felkiáltással elő két svéd állampolgárt, az azt gondolom, hogy az terrorista. Tehát, itt tehát azon túl, hogy egyébként abban igaza -e van, hogy egy, 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 bűnözőről beszélünk, nyilván az is, de hogy de, ha ezeket az eseteket próbáljuk eltagadni, és ezeket próbáljuk egyébként ilyen, hogy hát nem terrorista volt, mert hogy egyedül követte végül is, akkor ezzel önmagunkat ámíthatjuk, csak a valóság meg arcon fog minket csapni. És még csak egy mondatban annyi, hogy ha nagyon megengedő vagyok, akkor azt mondom, hogy ami Európában zajlott és zajlik jelen pillanatban is, az egy ember emberkísérlet. Ha pedig realista vagyok és nem megengedő, akkor meg azt mondom, hogy árulás. De ennyit akartam csak hozzátenni. Nagy Józsefnek és Ábrahám Robertnek köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Ez volt már a feedback a Hitrádió hírelemző műsora. Maradjanak velünk, és kérjük, hogyha a véleményüket ki is fejtik a kommentek között, akkor azt minden esetben kulturáltan tegyék, és ne a megszólalókat minősítsék, hanem fejtsék ki kulturált módon a véleményüket. Megkülönben. És köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra.